Mielőtt megadnám a szót Kovács László képviselő úrnak, szeretnék én is annyit hozzátenni, hogy valóban nagyon komoly problémát okozott ez az elmúlt hónapokban. Az látszik, hogy ezeket a kollégákat nem küldték, hanem hívták. Ez egy óriási probléma volt. Én azt is meg tudom mondani, hogy 18 esetben a kormányhivatalba mentek a kollégák. Volt egy, aki a kórházba, egy, aki a városi televízióhoz, iskolaszékhez is, a klikhez is kerültek. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy ez más hivatalokba történő áthelyezéssel, illetve közös megegyezés utáni azonnali belépéssel történtek. Erre korábban nem volt lehetőség, most valószínűleg valami hirtelen, véletlen folytán rengeteg munkahely ürült meg ezekben a hivatalokban. Ezek a megürült munkahelyek egyből el is apadtak abban a pillanatban, ahol a miniszterelnökségnek új vezetése lett. Olyan kollégák, akik korábban bejelentették, hogy el akarnak menni, ők is itt maradtak. Nem hiszem, hogy azért, mert a munkahelyi hangulat annyira megjavult volna hirtelen egy hétvégéről a másikra, hanem valószínűleg azért, mert nem volt lehetőségük, hogy azt a munkát, amit esetleg előtte reméltek megkapni, megkapják. És annyit szeretnék megjegyezni, hogy én nem emlékszem arra az elmúlt 16 évből, 28 évből, hogy ebben az épületben, ebben a hivatalban fennhangon lehetett kritizálni a meglévő vezetést. Olyan kollégák dolgoztak itt, akik a meglévő vezetés ellen dolgoztak, mint mondjuk pártaktivisták, és roppant büszke vagyok arra, hogy ez most tény. Ilyen van. Demokrácia van.